A kötelező béremelésnél jóval nagyobbat emelkedtek a bérek a balatoni vendéglátásban, mégis munkaerőhiánnyal küzdenek. De országos szinten sem jobb a helyzet. A 240 ezer forintos fizetésért lobbiznak a turizmus szereplői. Folytatódik, vagy inkább elhal a gasztroforradalom Magyarországon. A stúdióban Bíró Lajos. Bíró Séf, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szervusz! Nagy szervusz, nagy vált, akkor ne csináljunk, hogy mintha nem ismernék egymást ezer éve. Tegeződni fogunk. Nagy váltásban vagy, vagy közelmúltban nagyot váltottál, a szépen kikeményített hófehér séfkabátodat lecserélted Kockás Ingre és Kötényre, és beálltál, és nem azt mondom, hogy kocsmárosnak, de nem büfésnek. Tudom, büfésnek. Igen, hát gondoltuk, hogy a strandon is megpróbáljuk azt megcsinálni, amit a Hold utcai piacon megcsináltunk, ugye. Annak idején elkezdtük a bisztróval, ugye, a Bok bisztró mégis az első volt a bisztrók közül. Az elment vele tizenvalahány év, utána... Oké, de a legmenőbb séf, vagy az egyik legmenőbb séf Magyarországon, az miért vált egy ekkorát? Szerintem mert unatkozik, igen. Egyébként ugye az egyik újságíró kérdezte, amikor itt kijöttek, hogy 67 évesen mi az Isten takarok még, és mikor nyugszom már meg. Szerintem majd, ha leraknak a sírba, akkor megnyugszom, vagy valami. Nem tudom, hát én ilyen vagyok. Tehát én szeretem ezeket az új dolgokat. Ráadásul a piac földobott nekem egy olyan témát, hogy az egyszerű ételekkel is lehet sikert aratni. És nem győzöm bizonyítani itten a kollégáknak és az embereknek egyébként, hogyha jó alapanyagból, jó minőségben, korrektül dolgozunk, akkor ennek megvan az eredménye, és élvezik az emberek. Tehát nem volt ez kínos, szinte kínos, mondjuk rántott hús sütni korábban? És akkor te mivel jössz elő a Hold utcai piacon egy rántott hús sütödével? Igen, de az igazság az, hogy két vagy három évvel ezelőtt én már elkezdtem ezt pedzegetni, hogy amikor Magyarországon egy valamit számító séf, akinek mondjuk már van neve, vagy, de már egy picikét ott van a spiccen, és azt mondják, hogy mutasson valamit, akkor ciki, hogy csináljon egy borjú paprikás, vagy egy paprikás csirkét. Szalontüdő. Vagy egy szalontüdőt. Az már ugye egy előrébb lépés egyébként, hogy ezt a Litovszki azt már visszahozta egyébként. Ugye. De ugyanakkor a francia séfek a 30-40 évvel ezelőtti ételeiket a mai napig is ugyanúgy csinálják, és rendkívül büszkék rá. Nem csinálnak problémát belőle. Csak mi vagyunk talán egy picikét így elszállva, a fine dining. Elsznobosodtunk így az utóbbi években? Nem biztos. Eltartott kis ujja leszük igen, a nagy tányéra a kis ételt? Volt egy időszak, amikor bejött ez a fine dining, ugye ez az időzelbetett gasztroforradalom, amikor elindult, akkor mi is persze ezt élveztük. Tehát ugye 15 évvel ezelőtt, amikor mi elmentünk nyaralni, akkor nem szólt másról a dolog, mint egyik Michelinesből mentünk a másikba. Egy olyan 6-7 évvel ezelőtt a feleségem azt mondta, hogy nagyon nagy kérése. Michelin csillagos étteremnek a környékére nem szeretne menni, mert már unja. Úgyhogy ennek is meg lesz majd persze a kialakult helyzete, tehát megmarad egy, biztos, hogy megmarad a fine dining, de nem olyan szinten, mint ahogy eddig volt, nem fog ennyire dübörögni. Közben a Bocuse d'Or képeit látjuk. Így van. Ugye hát... ennek a felkészítő csapatában is benne vagy, illetve benne voltál korábban a... Egész pontosan mi volt a titulus? Hát először én voltam a Bocuse d'Or akadémiai elnöke, és akkor utána a Hanvas Zoli lett át tőlem, de ezt azért hozzá kell tenni, hogy amikor én voltam az elnök, akkor is a Hanvas csináltam melónak a nagy részét. Te már akkor is a rántott húsokkal foglalkoztál? Nem, de ez túl sok. Tehát rengeteg munka van egyébként ebben. Tehát a Bocuse d'Or is biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a gasztronómiánk előrébb lépjen. Ráadásul sikeresek vagyunk a Bocuse d'Orban. Tehát, hogy azért ilyen nem volt a Bocuse d'Or története óta, hogy egy induló csapat bekerüljön az első tízbe az európai selejtezőn, majd utána bekerüljön az első tízbe a Lyoniba. Arról nem is beszélve, hogy utána megnyertük az európait, ugye, és egy nagyon szép negyedik helyet kasszíroztunk be a Lyoniba. Ezek fantasztikus, ezek nagy dolgok. Ezek nagy egyébként eszméletlen nagy dolgok, igen. És a demagóg szövegek, amik ezt kísérték, hogy ebből hány éhező gyereket lehetett volna megetetni, vagy valami, ezek butaságok. De nem erre mondják azt, hogy kis új eltartott nem, a Bocuse... Snob kulinária? Nézd, a sznobizmus, én azt mondom, hogy mindig előre, az egészséges sznobizmus előrébb viszi az embereket. Menjünk el a színész világba. Hogy pont ezzel ellen küzdesz. Nem küzdök ellene, én most élvezem a rántott húst. Tehát figyelj, hát ez olyan, mint a...
mint egy új feleség, nem szerintem, hogy az új feleséget élvezi az ember. Igen, ráfáztak, akik új feleséget példáloztak, azon nem szabad. Érted? Nem. Tehát, hogy élvezi az ember. Tehát nincs ezzel semmi probléma. Ez egy új rész, sokáig nem csináltuk, és most úgy érzem, hogy megint kellene, hogy csináljuk. Tehát én azt gondolom egyébként, hogyha nem indul, és most szerintem már elindult, tehát hogyha nem indul el egy olyan variáció, hogy mondjuk egy nagyon egyszerű dolgot, körömpörkölt. Ugye hát a körömpörköltet nem hiszem, hogy a 25-30 éves fitnesses hölgyeknek a kedvence, és így fogják enni, vagy valami. Imádom, de, imádom a körömpörköltet. Így van, ugye? De ha nem fogunk soha se csinálni mostanában körömpörköltet, mert nem trend, akkor kiszalad egy generáció, és lesz egy új generáció, amelyik nem tudja, hogy kell csinálni a körömpörköltet. És utána lehet, hogy majd lesz megint egy trend, mert ezt azért látható. Bármiből lehet trendet csinálni. Bár így van, abszolút. Lász vagy valami. A mangalicától jön. Kiváló hús, de egy zsíros hús, igen. És amikor korábban én gyerek voltam, kikaparták a tányér szélére, most pedig mindenki. Amikor én gyerek voltam, azt mondták, hogy ha nem iszom tejet, akkor nem tudom, mi bajom lesz nekem. Most, hogyha azt mondom, hogy tejet iszok, akkor meghalok. Ugye, tehát ugye ilyen hülyeségek jönnek sorozatba egyébként. De a lényeg az, hogy ha nem tudunk eljutni oda, hogy későbbiek folyamán is tudjunk főzni egy jó körömpörköltet, mert lehet, hogy 30 év múlva, amikor majd te öreg leszel, akkor jön egy olyan verzió, hogy megint divat lesz két kézzel enni a körmöt és a cupákot, és akkor még mindig marad olyan ember, aki tudja csinálni. Mert én akár az a gondolatom és az a véleményem, hogy addig tudunk restaurálni ételeket, amíg van valami emlékkép a kis agyunkba. De ez most jól látom, hogy én, nekem tetszik, de ez egy trend. Tehát ezt csinálta Szél Tamás is, ugye elkezdett. Mit árul Szél Tamás? Rakott krumplit árul, amit mindenki tud csinálni, de ő egy kicsit... De az ő rakott krumplia más, és én azt hiszem, hogy talán egy kicsit jobb is, mint esett, jobb is, mint Tamás. Ugye megint mit csinálta Tamás egyébként? Azon, hogy csinálta egy rohadt jó rakott krumplit, hogy megkönnyítette. Ugye, és az emberek nem értették először, mert amikor találkoztam az emberek, akik jöttek a Tamástól az ebédbe, és mondtam, hogy na milyen volt. Nagyon jó volt, azt mondja, de Lajos, ez csak egy rakott krumpli. És akkor mondtam, hogy mit vártál? Ő egy rakott krumplit ad egyébként. Igen, a Tamás is egyébként, én úgy látom egyébként, hogy eszméletlen módon élvezi. Tehát bele lehet ebbe fáradni, ugye mi úgy hívjuk, ez a csipeszes szakácskodás. Abba is be, de ez biztos, hogy meg lesz egy része, de most majd jön megint ez a része egyébként, hogy a régi ételeket újra értelmezzük. Az újraértelmezett régi ételeknek az a lényeg egyébként, hogy könnyítsünk rajta. A legjobban azt hiszem, hogy hülye vagyok a cukrászathoz, de ott tudom a legkönnyebben elmagyarázni, ugye? Hogy, kevesebb hogy, cukorra. Kevesebb cukorra rakom. Ugye a margarint kicserélem vajra, a vajat kicserélem mascarponéra, a kakaóport kicserélem csokoládéra, a csokoládét kicserélem még jobb csokoládéra. És a recept ugyanúgy marad, és egy eszméletlen... Ezt azért csináljátok, hogy egészségesebb legyen az étel, vagy pedig finomabb legyen. Én nem akarok egyetlen egy szakács nevébe sem mondani, a saját nevemben mondom. Effektíve letoljam, hogy egészséges-e vagy nem. Eszméletlen jó legyen. Jó legyen. Így van. Tehát ez az íz. Hogy közben egészségesebb is, és egészséges, az egyébként egy jó dolog. Tehát azért lehet ilyen dolgokat. Mi kint voltunk tavasszal Szingapurban, ahol a nagy meglepetésemre minden olyan étel, amiben tej, tejföl és tejszín volt, azt mondták, hogy nehéz. Tehát mondjuk a disznósajt Szent Jakab kagylóval, vagy a mangalicapofa malacfül kárpácsóval, az nem volt nekik nehéz. De a tej, tejszín és a teljes dolgok, azokra mindegyik azt mondta, hogy nehéz. Tehát ezt mindig majd eldöntik az emberek, hogy működik ez a dolog. De tény, hogy azt a fajta vendéglátást, amit csináltunk az 50-es évektől egészen mondjuk a 90-95-ös évekig, az nem fog működni, és nem is fog ezután sem. Pörkötök, tokányok, és úgy, ahogy csináltuk, azért az nem véletlen, hogy Európában például szinte nincsen, tudod, a magyar étterem. Tehát ugye tele van olasz étteremmel, tele van lengyel étteremmel, tele van mindennel, és nincsenek magyar éttermek. Azért, mert még mindig van ezeket... Van a magyar ételben potenciál? Szerintem nem biztos, hogy van. Lehetne magyar éttermet, sikeres magyar éttermet csinálni bárhol a világon? Szerintem igen, de csak ezt az újra gondoltat. Tehát a könnyített, és valami kis poén, valami kis érdekesség, valami kis hülyeség mindig kell bele. Tehát például a csirket paprikásnál a combnak a csontját kiveszem, annak a helyére vagy rakok egy zöldséget, vagy nálam egy nagyon jó poén volt, beraktam egy békacombot. Na most ha hiszed, hanem a vendégeknek a 70-80%-a, ha nem mondtuk, nem is vette észre.
hogy a csont helyén békacon van, tehát úgy eltologatta az egészet egyébként. Tehát ezek csak ilyen fölvett pozíciók. Még egy kérdés utána egy kicsit a munkaerőhiányról, mert hiszen azzal is konferáltunk föl téged. Milyen, mik felé indulsz még el? Hallottam, hogy lesz, vagy van már saját párizsid? Nem, ezek ilyen, hát ugye a mendemondák, nem. Nem. Egy olyan párizsink van, amit mi választottunk ki, mi találtuk meg a termelőt, aki ezt előállítja. Gyártatunk. Miben különbözik ez a párizsi a bolti párizsitól? Annyiban, mint a Tamásnak a rakott krumpli, a többi rakott krumplitól. Egy nagyon jó rakott krumpli az övé, a miénk pedig egy nagyon jó párizsi, és csak húsból van. Persze, a csámcsogók azonnal elkezdtek köpködni, ugye, hogy nem is így van, meg nem is úgy van, szegény Jókutit letámadták az interneten, és aztán elküldtük az Andrásnak, hogy mik az összetevői, ugye, csak hús van benne, szalonna és a fűszerek. Természetesen van benne tartósítószer is, tehát van az is. Nem kell ezzel különösebb, a tartósítószer is apró kell. Apró magyarázat, aki nem tudja, Jókuti András, ugye blogger, így van, világevő, így van. Világevő. És világjáró. Na, munkaerőhiány elképesztő méreteket öltött a vendéglátásban is. Nincsenek szakácsok, nincsenek, még nem felszolgálóban van a legtöbb, de azok is hiányoznak. A Balatonon mindenféleképpen már mosogatók sincsenek. Hova tűntek ezek az emberek? Miért mentek el? Hát igazándiból nem tudom. Tehát azt tudjuk, hogy hova mentek. Most az Indexen megjelent egy cikk, ugye, hogy... A magas fizetésért dolgoznak Angliában, Németországban, Hollandiában. Nem tudom. Én most kezdtem utána menni ennek a dolognak az elmúlt fél évben, mert nekem is azért piszkálta a csőrömet, hogy például a fiam most Bécsben, az Interkontinentálban dolgozik. A szakácsok, tehát nem a szakácsoknak a fizetése 1200 és 1400 euró között van. Tehát nincsenek itt ezek a nagy számok, amiket hallunk. 400 ezer forint körül összeg. Igen. Ennyit Magyarországon is megkeres egy szakács. Hát igen. Egy konyafőnök feltétlenül, de ennek lehet ilyen többszörösét is. De ami engem zavar egyébként, hogy ugye itt arról... De ha nem a fizetésért, akkor miért? Azt hiszem, hogy ha az egészet így összerakjuk, és sokáig lehetne erről beszélgetni, az, hogy többet tud hazahozni 3 vagy 4 év után, mint ha itthon dolgozik. De azt már nem teszi hozzá. Idézelbetéve embertelen körülmények között lakik, 2-3 laknak egy szobába, és 5-6 szoba van egy ilyen lakásban, egy közös helyiséggel, napi 16 órát dolgozik, és szétzilálják. Tehát ez a sikertörténet, ez a sztori, amit most az Indexbe lejött, hogy London és környékén 80 ezer, ha jól emlékszem, és majd a számokban majd biztos majd belekötnek, de 80 ezer magyar vendéglátós dolgozik, és ebből 8 embert emeltek ki, aki sikeres. Nekem egy dolog fogott meg a 8 sztoriból. Mindegyik 3-4-5 év után lett sikeres, és a 3-4-5 év alatt nem történt semmi más, megalázták, meggyalázták, megtaposták, megköpködték, mindent csináltak vele, mire föl tudott állni, és sikeres lett. Engem az zavar egyébként nagyon a dologból, hogy ez egy nagyon kicsi százalék. A teljes termelőben is munkaerőhiány van? Vagy azért egy bírós évhez mennek még a szakácsok, hogyha felteszed a kezed, akkor a bírós évhez azért nem nagyon szeretnek szerintem jönni a szakácsok, mert a bírós év az meg tudja mondani, hogy mikor lóg, meg mikor nem lóg. Nem tud különösebben blöffölni, tehát nem kezdek el új húst keresgetni, és új hentest akkor, amikor rossz a hús, hanem megfogom a szakács fülét. De hál' Istennek azért annyira nincsenek gondjaink, de mindenkinek van gondja. Tehát nincsen olyan vendéglátós, akinek ne lenne ilyen szinten gondja, és jönnek-mennek az emberek egyébként. Lesz olyan étterem szerinted, amelyik azért zár be, nem azért, mert nincsenek vendégei, biztos, hanem azért zár be, mert nincsenek alkalmazottjai? Biztos, hogy lesz, igen. Ez kinek a hibája? A tulajdonosi túldolgoztatja? Az előbb mondtad, hogy Angliában, vagy nem Angliában, hanem külföldön, így van. Nem ezt a szót mondtad, hogy gyakorlatilag szétzilálják így. Így van, szétkapják őket. Tehát napi 16 órát dolgozik, heti egy szabad nappal. Itthon nem? Nem, itthon nem. Itthon nem. Nálunk ilyen nincsen. Nincsen például nálunk a stázsolás. Ugye a stázsolás az azt jelenti, az én fordítás, eredetileg azt jelenti, hogy elmész valahova tanulni. Ingyen dolgoztatás, tehát tanulsz. Én azt mondom, hogy tanulás ébérér.
Tehát ugye éppen annyit fogsz keresni, hogy ne halljál éhen, ne halljál szomjan, és napi 16-18 órát dolgozol. Ez a stázsolás csak a legmenőbb éttermekben van, nem? Tehát, szerintem. Hát a jó éttermekben, Gordon Ramsay mellé, hogyha valaki odaállt egy hétre, az, ember ott, az még fizetne is. Az ember oda megy egyébként, ahol tud tanulni. És egy borzasztó nagy tévedés, hogy ott téged tanítanak. Nem tanítanak. Beengednek a konyhába, elkezded itt. Hagyma pucolás? És úgy lépsz előrébb, hogyha, ha jobban mozogsz. És amit ellopsz, amit ellesel, az a tied. Nem fog odaállni a séf melléd, és naponta 4 órát dumálni a füledbe, ezt így csinált kisfiam, ezt úgy csinált kisfiam. Nem foglalkozik vele, mert 50 gyerek áll odakint, hogy megint, hogy bejöhessen. Tehát ugye az El Buliba, ha jól tudom, 80-an dolgoztak a Ferran Adriánnél, és ha jól tudom, talán 18-an, 20-an, vagy nem tudom, vagy hányan voltak bejelentve. A többi mind stázsoló volt. Uh-huh. Úgyhogy... Tehát lesz olyan étterem, ami még bezár a... Szerintem lesz olyan étterem, ami még bezár egyébként. És engem nem zavar egyébként, emelni kell kimenek. A béreket? Biztos. Biztos, hogy kell emelni. Az étterem, amelyik meg tudja emelni, majd megemeli, amelyik nem tudja megemelni, nem emeli meg. Az árakat is kell emelni, és kérdés, hogy... Az árakkal nagyon óvatosan kell bánni. A jelen pillanatban még a magyar közönség nagyon árérzékeny. Ugye azért van még egy rossz... Áremelés nélkül nincs béremelés. Igen, de elindult még egy rossz trend egyébként, ugye a mi szakmánkban, az árverseny lefele. Tehát ugye amikor látjuk azt, hogy 990 forintért annyit eszel, amennyi belét fér, vagy 1200 forintért, és ezt nem tudom, hogy gondolhatják el az emberek, hát járnak közértbe, nem látják az árakat, hogy gondolják, hogy mit gondolnak, hogy mit fog ott a vendéglős főzni. Hát bírós, én még sokáig tudnék beszélni, van egy kis utasító a fülemben, ez egy érdekes téma, meg nagyon érdekel engem is. Úgyhogy itt már hangos az utasító. Én csak annyi szeretném, hogy ami nagyon zavar engem egyébként bennük egyébként az, hogy nem azt látom, hogy akik kimennek, megtanulnák a nyelvet, és tanulnák a szakmát, ez egy nagyon pici része. A többi, ha tetszik, hanem időzelbetéve rabszolgának megy ki. Sablonmunkát végeznek, krumplit sütnek, káposztát, rántott húst, ugye a síközpontokban például. Tehát nagyon kevés... Előre elkészített alapanyagokat dobálnak a fritőzbe. Robotolnak. Bíróra is köszönöm szépen, hogy itt voltam.